Sziasztok! Itt vagyok Dallos Bogival, most a The Suite-ben, és most gyorsan megkérdezek pár izgalmas kérdést Bogitól. Szia! Sziasztok! Szia! Kezdjük például azzal, hogy ugye nemrég jelent meg az új lemezed. Igen, hoztam is neked egyet. Köszönöm! És stílusosan át is adom. Nagyon köszönöm! Hogy ne kelljen. Jó, fognak. Jó. Igen, áprilisban jelent meg az Épp Most című első nagy lemezem. Büszke vagyok rá, mert azért ez egy hosszú munkafolyamat volt, és nekem ez egy tervem volt, hogy egy énekesnőnek azért legyen egy lemeze szerintem mindenképp, ami kézzel fogható formában megjelenik. Szerzőként vettem részt a munkálatokban, a szövegeket és az énekdallamokat írtam meg én, és rengeteg zseniális szerzőtársam volt, tehát például Biolex barátommal is dolgoztunk együtt, vagy Závodi Marcival, Szepesi Zsolttal, Szebényi Danival. Remélem, hogy nem hagytam ki senkit, kedves Petivel, aki a Belau zenekar front embere, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas folyamat volt, és azért épp most egyébként a címe, mert azt hiszem, hogy az aktuális lelki állapotomat tükrözi, és azokat az élményeket beletettem, amik az elmúlt egy évben, vagy két évben engem így különösen foglalkoztattak. És mik ezek? Győrből nemrég költöztem fel Budapestre, tehát engem Pest is azért nagyon-nagyon inspirált, illetve nyilván nem volt még annyi párkapcsolatom, de a környezetemből is inspirálódtam. Minden megtalálható rajta, a szakítástól, az elengedésen át, addig a pillanatig, amikor még jól érezzük magunkat együtt, úgyhogy mindent próbáltam beleírni. Mesélj arról, hogy így kik így a kedvenc tervezőid, akár külföldi vagy magyar. Magyarok közül Tomcsányi Dórit nagyon-nagyon szeretem, és sok videóklipben, koncerten is viselem a ruháit. Illetve külföldiek közül ez a ruha például Pepe Jeans, a Pepe Jeans-t is nagyon szeretem cipőkből, a Skechers a nagy kedvencem, de hát nyilván én is változó, tehát van, hogy egy turkálóban találok olyan darabokat, ami megtetszik nekem. Egyébként azt mondanám, hogy az öltözködésem azért basic és kényelmes, tehát nagyon-nagyon szeretem a kényelmet, sportcipőket hordok általában még színpadon is, nagyon ritkán magas sarkúzom. Tehát akkor ugye a hétköznapokban általában hamarabb látunk egy farmer pólóban. Igen, mint és én melegítőben is nagyon szívesen megyek az utcára ki, úgyhogy igen, az egyszerűség és a kényelem. Van egy saját műsorod, egy YouTube-os, ez még megy? Igen, menni fog újra. 11 vagy 10 részt forgattunk le belőle, azok meg is jelentek a YouTube-on, hétkor nálam a címe egyébként. Ez egy kötetlen YouTube talk show igazából, azért született meg az ötlete, mert én mindig is nagyon szerettem emberekkel beszélgetni, és imádom a külföldi talk show-kat, tehát az Ellen Show, Jimmy Fallon nagy-nagy kedvenceim, és rájöttem arra, hogy nagyon sok jó fej, ismert barátom van, akikkel alig van időm beszélgetni, és hogy akkor kerítsünk rá alkalmat, és így megalakítottuk a hétkor nálamot, és átjöttek hozzám, a kanapémra leültünk, ettünk egy kis popcornt, játszottunk vicces játékokat, és beszélgettünk, és én ezt nagyon-nagyon élveztem, csak a lemez miatt és a nyári koncertezés miatt azért nem volt olyan szinten időnk ezzel foglalkozni. A párom egyébként az operatőre a műsornak, tehát ketten alkottuk meg az egészet, és azért a vágásban is ugye részt veszek aktívan, tehát nem volt időnk most vele foglalkozni, de folytatni szeretném mindenki. Izgatottan várom. Most akkor folytassuk tovább egymás dicsérését. Nagyon szép a bőröd, azt így mivel ápolod? Vagy hogy így van-e bármilyen titkos fegyvered, amihez mindig visszanyúlsz, mert hogy az így nagyon beválik? Nekem nagyon problémás bőröm volt, kezdjük ott. Tehát én így a tini korom elején, ilyen 13, 14, 15 évesen kifejezetten pattanásos és problémás bőrű voltam, és ez nekem nagy lelki sérelmeket is okozott. Tehát, hogy nem szerettem úgy suliba menni, elkezdtem nagyon keményen lealapozni a bőrömet, és ez csak rontott a helyzeten. És akkor elkezdtem egy kicsit figyelni jobban a táplálkozásra, elkezdtem nagyon sok vizet inni, illetve nagyon sokat mostan vízzel is a bőrömet. Nincs csodaszer erre szerintem, helyesen kell étkezni, figyelni kell arra, hogy sportoljunk is, és van egy krém, amit nagyon szeretek, egyébként ez a Glam Glow-nak a csillogó arc ápolója. Illetve a teafaola is jó tud lenni szerintem. És is sminkek terén így miket szeretsz? Mert hogy azért színpadon szoktál időnként ilyen extra dolgokat is bevállalni, hogy így, igen. Hogy így szeret kísérletezgetni, vagy ez hogy? Szeretek. A hétköznapokban én azért natúr lány vagyok, mivel nagyon sokat sminkelik azért forgatásokra, videoklipekre
a bőrömet, ezért hétköznapokban szeretem pihentetni, úgyhogy úgy néz ki általában, hogy használok egy kis BB krémet, maximum szempillaspirál, pirosító, és mostanában nem szeretem annyira az erős rúzsokat, még a színpadon sem, úgyhogy lehet, hogy azért, mert félek, hogy nem tudom, elmaszálom, vagy valami ilyesmi, de amit nagyon szeretek színpadon, azok a kis csillogó dolgok, tehát csillámok, glitter, azok szerintem fel tudják dobni. És milyen számodra a tökéletes randi szett? Meg a tökéletes randi is akkor már. Változó, szerintem az nem jó, hogyha egy randira nagyon, tehát az első randira nagyon csinin próbálunk érkezni, bár a helyszíntől is függ. Én szeretem a laza helyszíneket, mondjuk egy piknik, vagy semmiképp nem mozi. Tehát olyan, ahol beszélgetni lehet, szeretem, hogyha a srác mondja meg mondjuk a programot, tehát hogy ő rukkol elő valamivel, akár szabadban, hogyha az idő engedi, tehát mondjuk, és jó beszélgetéssel és nevetéssel végződik, mondjuk ez a tökéletes randi. Tökéletes randi szett pedig, hát valami kényelmes csini. Mondjuk szerintem ez akár elmenne egy randi szettnek is, oda sem magas sarkúznék feltétlenül. És akkor térjünk egy kicsit vissza így a zenére. Most így mik a terveid őszre, a következő hónapokra, esetleg készülőben van egy második lemez? Igen, egyébként most újra elkezdek dolgozni majd új dalokon. A nyáron azért a koncertekre és az új lemezre koncentráltunk. Koncentrálás, milyen jó szava. Úgyhogy most elkezdtem új dalokon is dolgozni. Nemrég jelent meg egyébként a lemezről egy új dalnak, a Rólunknak a videóklipje. Viszont október vége, november elejére várható új dal és videóklip is, illetve koncertezünk és megyünk előre a zenekarral. És hol láthatunk legközelebb? Arról még nem mondhatok el semmit, mert titkos, viszont azt elmondhatom, hogy a műsorvezetés terén is tartogatok még meglepetéseket. Nagyon jó, hát akkor nagyon várjuk a fejleményeket, és sok-sok sikert továbbra is. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljöttél és beszélgettél velünk. Köszönöm én. Sziasztok! Play these